Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, milyen az ingatlanod hangulata? Én írtam az ingatlanos álmok könyveket, enyém az ingatlanos álmok klub, kattints és iratkozz fel a hírlevelemre, és még több tudásanyagot fogsz kapni tőlem. Ez azért fontos, mert amikor ugye, tehát az ingatlan klub tagjai általában úgy fektetnek, vagy max. Egy 3 hónap átfutása, valakinek mindössze 1 hónap, vagy másfél hónap, tehát egész jó hatásfokkal csinálják azt, amit csinálnak. Viszont ami a lényeg, hogy nagyon fontos, amikor eladsz egy ingatlant, hogy milyen annak a hangulata. Ugye a homestaginget, ha esetleg olvasol róla, érdemes, tehát hogy hogyan rendezed be. Ha nem akarsz ott berendezni, akkor milyen illat fogad egyáltalán, milyen a külső portál, amikor az ajtó, hogy koszos, nincsen kifestve, legalább az a rész rendben van téve, fel van dobva valamivel. Tehát, hogy milyen az első benyomás az ingatlanodról. Én azt mondom erre, akár bármelyik barátodat megkérdezheted, vagy lehet, hogy inkább a nőket erről jobban érdemes megkérdezni. Menj oda és egy első benyomást mondjon neked. Mi ezt szoktuk elemezni egyébként a klubban is, és pontosan azért, mert amit én gondolok sokszor, a másik oldal nem azt gondolja. Egy szóról, egy mondatról, egy külső képről, hogy igen, ez, tehát ugye amikor az enyém egy ingatlan, ezt megszoktam. Megszoktam, hogy ez így néz ki, a kicsit ilyen kopottas, betonos a bejárat, de én ezt megszoktam, tehát nekem nem szúrja a szemem. Viszont ilyenkor jön elő a klubtagok, hogy igen, dobjuk fel legalább olyan növényel, ezt vagy azt legalább takarjuk el, vagy valami, tehát hogy az első benyomás jó legyen, ezt lehet az illatokkal is, mert nagyon sok mindennel úgymond befolyásolni, a fényekkel, hogy kicsit erősebb lámpát teszek oda, hogy nekem is, ahogy most úgymond ez itt az irodámban vagyok, de itt is meg van világítva, egy sokkal erősebb mennyezeti lámpát tettünk fel a két szobába, és nagyon jó, mert régen ilyen fél homály volt szinte, én ugye most már szemüveges vagyok, hogy olvasni sem túl jó, viszont amikor azt látja az ember, hogy igen, szépen meg van világítva minden, és tényleg olyan, hogy na, látom, amit látok, főleg az én korosztályom már, hogy ez nagyon fontos. Jó, úgyhogy én azt mondom neked, hogyha ingatlant akarsz értékesíteni, és mondjuk még nem vagy klubtag, akkor sem gond, viszont egy tőled független embert kérdezd meg, hogy igen, menjen be, nézd meg az első benyomás, hogy milyen arról az ingatlanról, és persze olyan embert kérdezd meg, aki nem persze kisfiam, te szép vagy, hanem akkor, tehát aki tényleg őszintén elmondja, hogy figyelj, szerintem én ezzel javítanék, változtatnék, tehát na azt mondja, nyilván aki esetleg tanácsot ad neked, hogy hát ez nem jó, nekem nem tetszik, hanem mondja, hogy miért, hogy javítana rajta, meg az összes többit, jó? És a nők ebben jobbak egyébként sokkal, mert ők, hát mondjuk, hogy nyugodtan mondhatjuk szerintem, hogy az ingatlan, tehát hogy mi férfiak nézzük meg, de sok esetben a nők döntenek, és konyha, fürdőszoba, első benyomás, milyen illatok fogadják őket, milyen tisztaság, hadd ne soroljam, jó? Tehát, hogy mégis milyen benyomása van a te ingatlanodról, és azt viszont építsed be, akár az sem baj, hogyha több embernek megmutatod, mert hidd el, ezek most mondjuk úgy, hogy egész olcsón tudsz nagyon jó tudásra szert tenni és tapasztalatra, és ilyenkor van az, hogy ténylegesen egy 3 hónap alatt ki tud fordulni egy ingatlanból onnantól, hogy kifizetted és a kulcsot átadták neked, de azt viszont így tudod, hogy bizonyos emberkék segítenek neked, és ha nem vagy a klubom tagja, akkor is kérjél segítséget barátoktól, ismerősöktől, és mondom még egyszer, a legfontosabb az, hogy akitől segítséget készül, tényleg merje neked elmondani, és ne az, hogy hú, persze marha jó, és a végén meg egyvevőnek sem tetszik, akkor mégsem annyira jó, úgyhogy érdekes dolog ez, na. Úgyhogy ezt érdemes megtapasztalni. Az embernek hozzáteszem érdekes, mert nem esnek ezek a dolgok jól, nekem sem esik jól, de végén viszont azt gondolom én, hogy igen, én nekem ők segíteni akarnak. És hogyha én így állok hozzá, és megcsinálom, akkor végén azt, hogy tényleg, és igazuk volt. Csak legelőször nagyon nehéz ezeket begyelni, én is tudom, de higgyétek el, hogy ez nagyon nagyot tud rajtad előre lendíteni, ha ténylegesen értékesíteni akarod az ingatlanodat, hogy tényleg milyen az ingatlanod hangulata. Úgyhogy válaszold meg ezt a kérdést, akár a videó alatt. Úgyhogy kattints, iratkozz fel a hírlevelemre, vagy valamelyik könyvemet olvasd el, és találkozunk. Szia!